Na de nézzük meg végre valahára, hogy mi az, amiről már 5 perce beszélek és nem mutatok semmit sem. Dióda jelleg még egyszer. Leraktam a vöröskő ismétlőt. Jelismétlőt, nem vöröskő ismétlőt, baszki. De vöröskő ismétlő. Kiadott neki ilyen buzi nevet, mindegy. Nem a vöröskövet ismétli, hanem a vöröskő jelet, de mindegy. Jelismétlő, ez egy sokkal jobb név lett volna neki. Lerakom a jelet, a jelismétlőt így. Akkor... Wow. Wow. Really? Fuck you. Anyway. Lerakom a jelet, a jelismétlőt így. Akkor mindig úgy fogja az áramot vezetni, hogy tőlem elfelé. Oké? Okay? Tehát, ha lerakom így, akkor innen erre menni fog az áram, ha átmegyek ide, innen erre viszont nem fog menni az áram. Pontosan ezt látjuk itt is. Úgy tudjátok az áram irányt megállapítani, hogy arra felé vezet a jel átadó, amelyik oldalon nincsen ez a vörös szírszar. Tehát amelyik oldalon nem a beállítási lehetőséget találjátok, hanem amelyik oldalon a stabil fákja van. Arra felé fog vezetni. Mint látjátok, ezt a diódát, lehet, hogy így fogom nevezni a későbbiekben, tehát keverni fogom fogalmakat, de remélem, hogy tudni fogjátok, hogy miről van szó, így helyeztem el. Tehát erről az oldalról nem fog vezetni, és mint látjátok, nem is működik ez a lámpa. Még egy dologra is jó azonban ez a kis bizbasz, és ha jól számolom, akkor most járunk a negyedik alkalmazásnál, remélem, hogy tudtok eddig követni. Még egyszer összefoglaló módon, egyrészt időkésleltetést tudtunk ezzel a kis szarral a rendszerbe adni, másrészt jelet tudtunk továbbítani nagyobb távolságra vele, és harmadrészt meg tudtuk akadályozni vele dióda formájában, hogy a jelünk olyan irányba menjen el, amilyen irányba mi nem szeretnénk, hogy menjen. Ez egyébként nagyon jó dolgokra lesz majd használható, és azt hiszem, hogy ez a mai napon még sorra is fog talán kerülni. De a negyedik alkalmazás is gyorsan lezavarva. Azt tudjuk ezzel elérni, hogy egy tömör falon át tudjuk jutatni a jelet, anélkül, hogy meg kéne ezt fúrnunk. Mire jó? Említettem, hogy megpróbálom a lehető legtöbb gyakorlati példát beleszülni a magyarázataimba. Kapcsoljuk be első körben, és látjátok, hogy ez a kis bizbasz átadja ennek a blokknak a jelet, ez a blokk pedig átpasszolja erre a vöröskő húzalra a jelet. Úgymond galvanikus elválasztás történik, tehát nincsen kimondottan fémes kontaktus a két vöröskő húzal között, már mennyiben egyáltalán a Minecraft világában a vöröskő fém. Mire jó ez? Még egyszer, arra jó például, hogyha van egy házatok, és nem szeretnétek megfúrni, mert ugye klasszikus esetben, mit én eljövök ide, klasszikus esetben úgy kéne bevezetni az áramot, vagy régen legalábbis úgy vezettük be az áramot, hogy át kellett fúrni a házat, és akkor így kellett átpasszolni rajta a jelet. Na most, hogyha egy ilyen átvivőt használtok, akkor erre már nem kell így sort keríteni ebben a formájában. Rendben van? Nos, azt hiszem, hogy egyelőre ennyit a jel ismétlőről. Itt még volt egy dolog, de ennek a tárgyalásához, ezt csupán érdekességképpen építettem föl, de ezt is akarom nektek mondani, ha már egyszer megcsináltam. De át kell térnünk a jel ismétlőről egy másik fajta alkatrésze, ami nagyon, nagyon fontos alapelemünk lesz. Ezt úgy nevezzük, hogy inverter, vagy jel fordító, vagy nem kapu. Én nem kimondottan preferálom a nem kaput, de logikai egységekben itt is meg fog jelenni egyébként, tehát ennél a résznél, a következő résznél is tárgyalni fogom az invertert, de én mindig inverterként hivatkozok rá. Ez egy nagyon-nagyon csúnya, igen, tudom, köszönöm szépen, hogy feljegyeztem magamnak ezt is. Ez egy nagyon-nagyon csúnya szó, de valójában egy nagyon egyszerű dolgot jelent. Ha valamit invertálok, akkor az rövidesen azt jelenti, hogy megfordítom. Azaz, hogyha egy jelem magas szintű volt, magyarán szóval be volt valamim kapcsolva, ha átvezetem azt egy inverterem, nézzük meg, akkor az meg fog fordulni. Ha eddig magas szintű volt a jelem, akkor az alacsony szintű lesz. Nézzük csak meg, bekapcsoltam az áramkört, itt vezet normálisan, tehát ég a lámpa, és itt is vezetne ugyan, de a jel invertálva van, azaz azt jelenti, hogy bár be van kapcsolva a kapcsoló, a lámpa nem fog világítani, mert az inverter megfordította, azaz egy kikapcsolt állapotot hozott létre.
Persze azt is mondhatnátok, hogy jó, Jákos, hát ez egy olyan kibaszott paraszt vakítás, lehet, hogy csak megszakítja az áramkört. Na, nézzük csak meg. Kikapcsolom az áramkört. Azt várjuk tehát, hogy a jobb oldali nem fog világítani, de a bal oldali az inverternek köszönhetően, ami még egyszer meg fogja fordítani a dolgot, azaz itt lesz egy kikapcsolt ágam, az inverter azt fogja nézni, hogy jé, hát itt van egy kikapcsolt ág, akkor én meg bekapcsolom ezt a kimenő ágat. Tehát ez pedig itt világítani fog. Nézzük meg, hogy így van-e. Így van. Ugyanis az inverterünk így ebben a formájában működik. Jól nézzétek meg, többféleképpen is össze lehet rakni egy ilyen invertert. Nézzük csak. Az egyik megoldás az a következő. Van egy blokkom, az oldalára, a kimeneti oldalra rakok egy vöröskőfákját, bocsánat, ez lesz a kimenet. És ez pedig lesz itt a bemenet. Föl is rakhatok ide, hogy tisztában látható legyen, de nem kimondottan szükséges. Hol így, hol úgy csinálom, hogyha takarékoskodni szeretnétek a vöröskőhúzallal, akkor javaslom, hogy ne rakjatok a tetejére vöröskövet. Tehát kikapcsolva a bemenet, bekapcsolva a kimenet. Bekapcsolva a bemenet, kikapcsolva a kimenet. Ilyen egyszerű. Egy másik fajta konstrukció az például így néz ki. Fölrakom ide a vöröskőfákját, és ezen az oldalon például így fogom levinni ezt a húzalt. Kikapcsolom, meg fog fordulni a jel. Ennyi. Én úgy gondolom, hogy ennél több magyarázatot nem igényel, talán vágjátok, hogy mi a téma, de gyorsan megmutatom, hogy ez nem csupán invertál, de régi szép időkben ez a jel továbbító szerepét is betöltötte. Ugyanis a jelet ugyanúgy felerősíti ez a fajta konstrukció, mint ez itt. Ez az újfajta vöröskőjel ismétlő. Régen, amikor még nagyon friss hús voltam a Minecraftben, akkor nagyon régen csináltam magamnak egy olyan... nem akarok sok időt ezzel elhozni, de hogy nagyjából megmutassam, mi a faszról beszélek. Egy olyan jelzőt, a jelzőrendszert a házamba, hogy egy inverter, két inverter, például így, és egy, sőt nem is kell két inverter, vöröskőfákját ide. Egy olyan jelzőrendszert a házamba, ami invertereken keresztül vitte át a jelet, mégpedig azért, mert abban az időben is életben volt ez a 15-ös, ha visszaemlékeztek, 15 blokkos jel tovább viteli szabály, azaz 15 blokknál megszakadt a jel feltétlenül. Azonban ebben az időben még nem volt jelismétlőnk, tehát valami mással kellett megoldanunk, mégpedig inverterrel oldottuk meg, ugyanis az inverter az képes volt tovább vinni ezt a 15 blokkos jelet. Még lámpánk sem volt, tehát vöröskőfákjával csináltam meg azt, hogyha a hidamra rálépett egy mob, akkor a vöröskőfákja felgyulladt. Ez persze egy nagyon primitív konstrukció volt, mint láthatjátok, hiszen amint lelépett róla, abban a pillanatban ez a fákja eladott. De nagyjából a harmadik részben ebben a sorozatban készíteni fogunk egy olyan alkalmazást is, amikor rálép a szörny, akkor meg fog maradni a jel, tehát látni fogjátok, hogy ja persze dobál a diszpenzerem is, mert egy oszcillátorral hozzákötöttem, ezt még ne vegyétek figyelembe, erről mesélni fogok a további, a későbbi részekben. Látni fogjátok, hogy a szörny valaki járt a birtokotokon, és egy gomnyomással ki tudjátok kapcsolni, és úgymond reszetelni tudjátok az áramkört. Újra élni fog a bemeneti életek. Ha valaki baszogatja azt, akkor a házatokban látjátok, hogy ó, már megint történt valami, és újra reszetelni tudjátok. Magyarul a jel megmaradt. De ez csak egy ilyen kitekintésnek a későbbiekbe. Kurva anyádat! Time set 50. Kevés ilyen magyarázatot hallottatok, gondolom, ahol káromkodnak, mint az állat, de hát belefér az ilyen. Szóval, megbeszéltük ezt ugye, nem mondom már még egyszer ezt, de úgy nagyjából, hogy hol tartunk most. Megbeszéltük a vöröskő ismétlőt, annak mind a négy funkcióját, lényegét tekintve, és megbeszéltük azt is, hogy hányféleképpen, milyen módon tudunk invertert építeni. Még annyit kihagytam a dologból, hogy az inverterünk az hasonlóképpen jel késleltetést ad a rendszerbe, mint például ez az alkatrész itt.
Nem vagyok, megint nem vagyok benne biztos, hogy 10 millisekundumról beszélünk, tehát egy tized másodpercről. 10 millisekundum, egy tized másodperc, ugye? Most elbizony, 100 millisekundum? Picsába, vagy egy milli az 1000. Jó, mindegy, most nem kezdek el gondolkodni, mert abból semmi jó nem fog kisülni. Lényeg az az, hogy ha jól tudom, akkor egy inverter egy egység késleltetést ad a rendszerbe. Ez itt két inverter összekapcsolva. Ez lényegét tekintve ugyanaz az alkatrész, mint itt ez. Két inverter van a rendszerben, két egység késleltetés szenved, ez pedig két egységre van állítva itt. Mire jó ez, gondoljátok? Nos, a régi időkben ez a fajta összeállítás, ez a két inverteres összeállítás, ez arra volt jó, hogy bár ugye késleltetést vitte a rendszerbe, de egyenes ágon vitte át a jelet. Azaz nem azt csinálta, hogy én itt bekapcsoltam, a lámpa pedig kialudt, hogyha mondjuk pont páratlan számra jött ki az inverter a jel tovább viteli rendszerben, hanem tök mindegy, hogy hány invertert raktam a rendszerben, nem kellett azt számon tartanom, hogy éppen mennyi az annyi, hanem 7 szentség, hogyha itt a kapcsolót bekapcsoltam, akkor a lámpa bekapcsolt állapotban lesz. Egyszerűen azért, mert az inverterek tovább fogják vinni a jelet, de egyrészt fordít egyet a jelen 180 fokot, mondjuk így, ez pedig megint fordít egyet a jelen 180 fokot. 2x180 fok az 360 fok, az egy teljes kör, magyarul egyszerűen visszatértünk ugyanoda, de ostobaság volt tőlem ezt a fajta analógiát behoznom. Egy egyszerűbb dolgot mondok. Van egy 50 forintos érmétek, ami írás, például egy írás helyzetben van. Megfordítjátok, az egy fej lesz. Megint megfordítjátok, tök mindegy, hogy fordítjátok meg, az újra írás lesz. Ez a két lényegében sorba kapcsolt inverter, ez pontosan ezt valósítja meg. Na, de térjünk újra vissza a dolgainkhoz. Nagyjából most jártunk talán 25 percnél, nem tudom. A lényeg a lényeg. Ezzel, hogy van egy ilyen inverterünk, és van egy ilyen jel tovább vivőnk, ami sokkal lényegesebb ennél diódánk. Egyébként halkan teszem hozzá, hogy ez is diódaként viselkedik, tehát akár ezt az alkatrészt kicserélhettem volna erre az alkatrészre, vagy ezt az alkatrészt nem cserélhettem volna ki erre az alkatrészt, mert inverterre szükségem lesz. Meglátjátok, hogy miért. Még azt sem mondtam el nektek, hogy ez itt mi a lófasz. Szóval, itt a konstrukción van benne egy inverter, és azért, hogy az időzítést állítani tudjam, van benne egy jel átvivő, egy dióda. Nézzük végig, megpróbálom elmagyarázni, hogy működik ez az egész. Nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni, de talán működés közben jól fogjátok majd ezt látni. Ez egy úgynevezett oszcillátor, vagyis ki be kapcsolgatja az áramkört. Most azért nem működik, mert egy stabil, magas jelet adtam a rendszernek, hogy miért van ez így, arról majd beszélni fogok a későbbiekben, csak most egyelőre ezzel szeretnék végezni, hogy ez hogy működik. Jön a magas jel. Megszakítom ezt az áramkört, azaz nem adok rá egy full magas jelet, képzeljétek majd el ezt így, hogy ez itt nincs itt. Jön innen, tehát innen fog jönni a magas jel, azaz jön az áram. Az inverter azt mondja, hogy oh, hello, a bemenetemen magas jel van, akkor én a kimenetemen alacsony jelet fogok kiadni. Alacsony jelet adok ki, vegyük azt, hogy ez sincs itt, sőt, mi több, az egyszerűbb magyarázat érdekében ezt itt meg is építem. Csak még nem kötöm össze. Szóval, még nem kötöm össze. Látjátok, jön a magas jel, bejön az inverter bemenetére. Az inverter azt fogja mondani, hogy itt magas jel van. Akkor én itt a kimeneten alacsony jelet adok ki. Jön az alacsony jel, bejön az inverterbe. Az inverter azt mondja, ó, itt alacsony van, akkor én itt magas jelet adok ki. Jön megint a magas. Magas jel bejön, az inverter alacsonyt ad ki. Jön az alacsony jel, az inverterbe bejön, magas jelet ad ki. Jön a magas, és így tovább. Tehát egy végtelen ciklusba esik bele a rendszer. Összekötöm, és nézzük meg, mi történik. Villog ész nélkül, és olyan frekvenciával villogna ez az egész, hogyha nem lenne benne egy belső késleltetés a rendszerbe, egy ilyen adatfeldolgozási késleltetés, mondjuk így, lehet, hogy majd rá fogok világítani arra, hogy hányféle késleltetés szerepel egyrészt a játékban, másrészt a ti tulajdon számítógépetekben is, az órajelet tekintve, a játék programozását tekintve, stb. A lényeg az, hogy ha nem lenne ez a késleltetés, akkor olyan végtelen magas gyorsasággal villogna ez, hogy jóformán egy teljes fényként élnénk meg. Ezt egyébként a stroboszkópokban, tehát a villogó lámpákban lehet is alkalmazni, hogyha olyan frekvenciával, tehát olyan sebességgel kapcsolgatunk egy lámpát ki be, hogy azt a szemünk a saját tehetetlenségénél fogva, ugye, hogy jönnek be a fotonok a szemünkbe, ott lebomlik egy fehérje, ennek a dolognak van egy tehetetlensége.
olyan gyorsasággal tesszük ezt, hogy a szemünk ezt nem képes követni, akkor azt egy folyamatos fényként fogja azt fel. Egyébként ugyanilyen elven működnek a monitoroknak a frissítési frekvenciái is, vagy például a televízió. Nagyjából 30 kép per szekundum az, amit a szem már nem tud feldolgozni. Tehát nagyjából azt tudom mondani, hogy a villogás az azért észrevehetőbb, sokkal, de létezik. Szóval ez a vörös kő fáklyánk ki fog égni, mert ezt a villogási sebességet nem fogja tudni. Szóval ez itt nekünk nem jó. Ezért egy késleltetést kell belevinnünk a rendszerbe. Ezt a késleltetést végzi, ez itt pontosan ezt a tulajdonságot használjuk ki, hogy időzítjük vele a jel átfutási idejét. Nézzük csak meg! Látjátok? Ugyanaz a folyamat zajlik le, mint amit a bal oldalamon, amit megsemmisítettem, elmeséltem. Jön a jel, fölkapcsol, lekapcsol, fölkapcsol, lekapcsol, fölkapcsol, lekapcsol, és ennek megfelelően villog a lámpa. Hogyha állítok az időzítésen, akkor gyorsabban, vagy éppen lassabban villog. Hogyha még ide sorba kapcsolok még időzítőket, akkor egészen lassú villogást is el fogok tudni ezzel érni. Ezt még egyszer, ezt az áramkört, amit így összekötöttem, ezt úgy fogom nevezni általában, hogy oszcillátor, akár ez a neve, akár nem. Viszont egy gyors trükköt említettem, hogy konstrukciókat nem fogok csinálni, de ezt most mégis gyorsan összerakom. Nézzétek el nekem, hogyha ez így hirtelenjében nem fog működni, mert picsába, mert fejből építem, és nem biztos, hogy jól emlékszem rá. Egyáltalán nem biztos, hogy jól emlékszem rá, de egy gyors próbát megér a dolog. Hogy a picsában azt hiszem, hogy itt van egy vöröskő, itt van egy vöröskő fákja, itt van egy fákja, itt van még egy fákja, így van, erre ki fog aludni ez, és itt, így van, talán működni fog. Na nézzük, ez is egyfajta oszcillátor, mégpedig ha működik, akkor egy olyan oszcillátor lesz, ami az egyik leggyorsabb a játékban. Hát, dobok ide egy kapcsolót, bedobok egy kapcsolót. Jó, és mint látjátok, igen, így van, működik? Működik, így van, ugyanis hiába égnek ki az egyes fákják, valamelyik azért mindig villogni fog. Tehát folyamatosan adja ezt a villogó jelet, lényegében a leggyorsabb oszcillátor ez a játékban, legjobb tudomásom szerint. Annyi a trükk egyébként, mint amit itt is mutattam, hogy hiába égnek ki a fákják, valamelyik azért mindig villog. Na és mi történik akkor, hogyha én ezt bekapcsolom? Nézzük meg ennek az áramkörnek a példáján. Nagyon-nagyon lényeges, hogy tudjátok azt, hogy bármi történik, a magas jelszint mindig felülírja az alacsonyt. Visszatudnék utalni arra a példámra, amit ott mutattam ennél a szétágazó vezetéknél, ennél, amikor visszafolyik a víz. Ugyanezt tudjátok elképzelni. Amikor van egy vízvezetékem, egy ilyen, mit tudom én, ilyen alakban, hogyha itt betáplálok vizet, akkor ez itt vissza fog folyni. A saját dolgomat is megkönnyítem azzal, hogyha ahelyett, hogy ilyen balfasz képeket próbálnék kitalálni, egész egyszerűen megépíteném az áramkört, mint ahogyan egyébként az összes többi esetben tettem, csak itt nem. Jó, na, így már el fogom tudni magyarázni. Látjátok azt, hogy itt ráadom mondjuk a víz folyást. De itt nem. Tehát akár azt is mondhatnám, hogy erről az ágról nem jön ki áram. Mert ez a kapcsoló ki van kapcsolva. Itt nem nyitotta meg a csapot, tehát itt nem folyik víz. De ennek ellenére a kimeneten elkezd dőlni kifelé a víz. Ez mindig egy sokkal magasabb prioritást képvisel, mint az, hogy ez a kapcsoló nincsen bekapcsolva. Érthető? Tehát bármelyik kapcsolót kapcsolom be, a lényeg az, hogy a víz az itt akkor ki fog folyni feltétlenül, hogyha akár itt, akár itt, akár 400 másik helyen, de valahol meg van nyitva a csap. Mert ahol meg van nyitva a csap, ott elkezd folyni a víz, és a kimeneten ez meg fog jelenni. Röviden, vagy lehet, hogy túl bonyolítva, azt próbáltam ezzel elmagyarázni, hogy a magas jelszint mindig felülírja a kimenetet, az alacsony jelszintű kimenetet. És pontosan ennek az elven, ezen az elven fogom tudni kikapcsolni az oszcillátoromat. Mi fog történni akkor, hogyha egy magas jelszintet adok ki? Konstansul. Az inverter azt mondja, hogy ó, ezt én itt megfordítom. Jön a magas, kijön az alacsony. Az alacsony itt várna, és menne tovább.
menne tovább az alacsony, és menne be tovább az inverterbe, és ez itt ugye megfordítaná, jönne a magas, és kezdődne tovább újra ez a folyamat, de nem tudja ezt megtenni, mert az itt jövő, az itt befolyó víz, mondjuk így, felülírja az itt nem folyó vizet. Tehát az inverterbe feltétlenül be fog jutni egy magas szintű bemenet, itt feltétlenül egy alacsony szintű kimenet fog kijönni, magyarul hiába akar majd ez oszcillálni, nem fog tudni, mert egész egyszerűen a váltakozó bemenetet nem fogja tudni megkapni. Ha ezt itt lekapcsolom, akkor a folyamat újraindul. A létező legbalfaszabbul magyaráztam ezt az egész dolgot el, hosszan, fölöslegesen hosszan, és még mindig nem elég érthetően úgy érzem, magyaráztam el ezt a dolgot, remélem, hogy ezért sikerült felfogni, de azt is remélem, hogyha letöltitek ezt a pályát, vagy megcsináljátok ezt a konstrukciót, és végigkövetitek azzal, hogy az inverter mit csinál, és a jelek hogyan jönnek, akár papíron, ceruzán, akkor én úgy gondolom, hogy ez érthető lesz. Na, itt is volt még egy oszcillátorunk, és talán még egyetlen dolog van hátra, amit el akartam nektek magyarázni. Egyetlen dolog? Hát, ebben az epizódban még mondjuk ezt órát is tudok csinálni, azáltal, hogy ezt a jel késleltetést, ami az oszcillátoron belül van, ezt megpakolom további jel késleltetőkkel. Ezt ugye ott már elmagyaráztam, úgyhogy nem is ragozom túl. Jön a jel, itt késik 4 egységet, itt késik 4 egységet, itt meg 3 egységet. 1, 2, 3, 3 egységet, nem, bocsánat, mondjuk késen 1 egységet, így van. 4, meg 4 az 8, meg 1 az 9, és késik még 1 egységet azt hiszem az inverteren, az együtt 10. Tehát mondjuk azt, hogyha egy tized másodperc, amiben egyáltalán nem vagyok, még egyszer, meggyőződve, egyáltalán nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez egy tized másodperc, egy egységnyi késletetésre fogjuk rá, akkor ez így összességében egy másodperc késést szenved. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy ez egy másodperces óránk. Kaptunk egy másodperces órát, vagy ahogyan én sokszor hivatkozni fogok erre, egy másodperces óra jelet. Hogyha ezt a periódus időt, ezt az egy másodpercet veszem a reciprokát, ugye az 1 per rev, tehát hogyha annak veszem a rendszer, az 1 herc, tehát ha jól sejtem, akkor ez így egy herces óra jel. 1 herc az egész egyszerűen annyit jelent, hogy egy másodperc alatt a folyamat egy teljes kört fut be. Sőt, elképzelhető, hogy elbasztam is fél herc, mert egy periódus az azt jelenteni, hogy egyszer fel, egyszer le. És ehhez az kéne, hogy én itt fél másodpercet állítsak be, mert abban az esetben egy másodperc alatt fog lefutni, jól mondom, ugye? Egy másodperc alatt fog megtörténni ez a fel és lefutás. Így most egy magas szint az egy másodperc, és egy alacsony az egy másodperc. Talán. Erről nem vagyok meggyőződve, még egyszer ezt lehet, hogy végig kellett volna gondolnom, még mielőtt ezt megcsináltam volna, és ez így magyarázat közben már necces lesz. Tehát most nem akarok leállni azon, hogy gondolkodjak rajta. De én úgy gondolom, hogy egy magas jel az egy másodperc, és egy alacsony jel az egy másodperc újra. Itt látjátok, hogy 10 ilyen kis egységes történetet raktam be a rendszerbe, tehát láthatjátok voltak éppen, hogy egy egységnyi, egy másodperces jel hogyan fut végig, és hogyha ezeket az éleket figyelem, ezt a 10 darab élet, ettől az éltől idáig, lényegében mondhatom azt, hogy ez itt egy másodperc végigfutása 10 osztáson, magyarul ezek tized másodpercek. Ez a villogás pedig egy másodperces óra, de! És most jön a de! Ennek a rendszernek is van egy tehetetlensége. Ha megfigyelitek, amint jön a jel, a lámpa kurva hamar bekapcsol, de amint megszűnik a jel, vár egy ideig, amíg kikapcsol. Magyarul a bekapcsolási és a kikapcsolási idők nem azonosak. Ez sajnos a való életben is így van, például a relés kapcsolásoknál is külön figyelik a bekapcsolási és a kikapcsolási időt, de hogy ne menjek el ennyire a technikai élet felé, voltak régen ezek a 100-at, hát most is vannak csak a balfasz sötétzöldek, vagy a lobby, most halkan mondom, ezt nem tartozik a mi tárgykörünkbe, de betiltotta az Európai Unióban a 100-wattos izzót, de tudjátok, ezek a régi, hagyományos szénszálas izzók. Ezek is, hogyha fölkapcsoltátok őket, akkor szinte azonnal ontották a fényt, hogyha lekapcsoltátok, akkor pedig a fény ugyan megszűnt, de az izzószálnak a hőkapacitásból eredő tehetetlensége miatt míg a derengés az jó hosszú ideig megmaradt. Lényegében ennek analógiájára viselkedik a lámpa a Minecraftben is. Nagyon hamar aránylag bekapcsolja a pozitív jelre,
Ja igen, pozitív és negatív jelként is mondhatom, akár vagy egyesnek és nullásnak. Feltétlenül egyesnek és nullásnak fogom majd nevezni a logikai kapcsolásoknál, de egyelőre ennél még megpróbálok a magas és alacsony jelszinten maradni. A magas jelszintre való történő váltásnál hamar bekapcsol, de amint lekapcsoljuk a villanyt, még vár egy kicsit, amíg kikapcsol. Magyarán van a rendszernek egy tehetetlensége. Elképzelhető, hogy több alkalmazásnál ezt figyelembe kell vinni, különösen akkor, hogyha bonyolultabb rendszereket építetek, ezért is említem meg. A mi kis egyszerű kis apró cseprű fasságainkban ennek nem lesz jelentősége, de majd figyeljetek rá. Sőt, ezt gyorsan meg is mutatom nektek. Egy kurva gyors impulzus példáján. Erről is majd beszélni fogok erről sokszorról, tehát nem kell megijedni, mindezt meg fogom mutatni nektek, de mindent a maga idejében. Ez itt egy impulzus adó, egy gombnyomása egy kurva gyors leimpulzus generál. Tehát amint benyom a gombot, ez egy olyan kapcsolás, hogy hát majd el fogom magyarázni, hogyha ideérünk. Most annyit kell róla tudni, hogy kurva gyorsan kikapcsolja a rendszert és azonnal visszakapcsolja. Tehát ennek a rendszernek az alapállapota egy bekapcsolt állapot. Nézzük csak meg! Ez olyan gyorsan kikapcsol, tehát ne ezt a fákját figyeljétek, hanem ezt a vörös kő kört. Láttatok ezt a villanást? Ez egy olyan gyors impulzus, hogy sem a lámpa, sem ez a vörös kő fákja nem tudott rá reagálni. Hát most sajnos nem pakoltam ki egy ajtót ide, de meg fogom tenni a kedveteket. Valószínűleg a diszpenzernál sokkal érdekesebb, tehát a diszpenzerre még visszatérek, hogy egy ilyen impulzussal lehet-e működtetni az ajtót, viszont most gyorsan megnézem, mert az betrombaszni ide. Az ajtó még reagál erre az impulzusra, a dugattyú még reagál erre az impulzusra, de sem a vörös kőfákja, sem a lámpa nem. Szóval ezeknek a rendszereknek egy olyan tehetetlensége van, amit számon kell tartanatok, hogyha ezzel terveztek. Remélem még nem vagytok fáradtak, bár mondjuk ti jobb helyzetben vagytok, és én is meg tudnám állítani a videót, hogyha nagyon akarnám, de egyben megpróbálom lezavarni az egészet. Ha valami para van, akkor értelemszerűen csak pauzézzétek le a videót. Higgyétek el nekem, az első epizódra már nincs sok hátra. Mindössze ez a gyakorlati alkalmazás, és ez az úgynevezett latch, vagy reteszelés, amit még gyorsan el akarok mondani nektek. Nem fogjuk nagyon sokszor használni ebben az általam elmondani kívánt alkalmazásokban, de lényeges, hogy tudjatok róla, mert ilyen is van. Reteszelésnek nevezzük azt, amikor ilyen kapcsolásban kötjük össze a két jel ismétlőt. Megy valamerre a jel, és ennek az oldalába zuhan be egy másik jelismétlő, aminek a kimenete erre fog rámutatni. Trükkös mi? Mit csinál ez? Ha ráadok egy jelet, akkor ráad egy ilyen kis reteszt, tehát látható is a reteszelés rajta, és az éppen abban a pillanatban az ennél a jelismétlőn rajta lévő jel meg fog maradni, és az fog tovább kimenni. Láthatjátok, hogy villog ugyan még ez a szar, de ez a jelismétlő ezzel leszorja mindezt, mert abban a pillanatban, amikor én ráadtam ezt a reteszt, akkor magas jelszintű volt, tehát ezt a magas jelszintet tartja, és adja le egészen addig, amíg a reteszelést meg nem szüntetem. Ha megszüntetem a reteszelést, akkor természetesen a villogás, azaz ez a bemenet itt, ez élni fog, és folyamatosan váltakozni fog, annak tükrében, hogy milyen bemenetet kapcsolok rá erre. Ha reteszelem, például alacsony állapotnál, akkor ez az alacsony állapot marad meg, és a bemenetre megint nem lesz érzékeny. Lehet, hogy megint túlságosan sok bullshit-tel magyaráztam el ezt a dolgot. Érzékeny. Ennyit kell erről tudni, sőt, mi több is, mint amennyit erről tudni kell. Én legalábbis nem szoktam ezt használni, de hogyha valamihez használni akarjátok, például, mert tudom én, valamilyen mintavételezési alkalmazásokra, ahol egy jelet akartok egy bizonyos időben megfogni, akkor ezt ezzel a latch-sel, vagy reteszeléssel így tudjátok összehozni. És akkor most egy nagyon gyors példa, hogy mindezt, amit ezzel elmondtam, ezt hogyan tudjátok alkalmazni a ti életetekben, mondjuk így.